Dombóvár alsó már sokan várták a nosztalgia vonatot, hogy egy alapos kívülbelül megtekintés, valamint egy ünnepi megemlékezés után felszállhassanak rá és elutazzanak Bátaszékre, a 150 éves jubileum másik fontos helyszínére. Fasutas nyugdíjas vagyok, úgyhogy kötelezőnek éreztem, hogy lehőjek azt az unoka, itt van nálunk, és akkor is szeretném megnézni a gőzmozdonyt, meg a szerelvényt, úgyhogy utazni nem utazunk vele, de legalább megnézzük, hogy hogy működik, meg hogy néz ki. A völgységet átszelő 50-es számú Dombóvár-Bátaszék vasútvonalat 1873. július 20-án adták át az utazóközönségnek. Ebből a jeles alkalomból a MÁV jubileumi emlékvonatot indított. A 150 évnek nagy a jelentősége. A két hete volt ennek az első állomás, amikor a vasutasnap volt Dombóváron, egy helyi juliális. Ez annál is inkább tekinthető kuriózumnak, hisz az országban négy helyen volt csupán ilyen rendezvény, Budapesten, Szolnokon, Nyíregyházán és Dombóváron. A következő rendezvény a mai alkalom, amikor egy retro hétvégét tartunk Dombóvár-Bátaszék között, szombat, vasárnap régi típusú mozdonyok, szerelvények közlekednek, és ennek a legfényesebb égköve, gyöngyszeme, itt a mellettünk látható 424-es gőzmozdonnyal továbbított retro szerelvény, felújított 100 éves kocsikkal, és mögöttem van egy motorkocsi, ami szintén ezen a vonalon közlekedett, ez is szintén 100 évesnél magasabb életkorral rendelkezik. A különleges szerelvényt a MÁV nosztalgia flottája alkotja, élén a 424-009-es gőzmozdonnyal. Az emlékvonat számos településen megállt, ahol ünnepélyes keretek között fogadták a vonatot zenével és énekkarral, emléktáblaavatással és egyéb programokkal.